A következő lépés az, hogy beállítjuk a tartalomtípusokat. Ezt az adminisztráció, tartalomkezelés, tartalomtípusok résznél tehetjük meg. Nekünk most megfelelő lesz a két előre beállított tartalomtípus, van az oldal. Az oldalnál pusztán a munkafolyamat résznél fogunk módosítani. Az nagyon jó, hogy közzé tettem van, nagyon jó, hogy nem kerül a címlapra, nagyon jó, hogy nem is kiemelt, de szeretnénk, hogyha mindig új verzió készülne ebből az oldalból. Ugye ezen lesznek azok a statikus információk, amik nem fognak gyakran változni, az impresszum és egyéb ilyen elérhetőségi információink, de azért jó, hogyha erről valami verziókövetés van nekünk. A hozzászólásokat nagyon helyesen tiltottra állította alapértelmezetten a rendszer. No, akkor nézzük meg a másik tartalomtípusunkat, amit ugye egy általános névre, írásra kereszteltek el annak idején a fordítóink. Ez nem olyan szerencsés, hisz ez nem írás lesz, hanem ez egy hír lesz, tehát át fogom nevezni hírre, és lemegyek, és a közzétételi beállításokat is picit módosítom. Nagyon jó, hogy közzétett, nagyon jó, hogy a címlapra kerül, nem kell, hogy minden kiemelt legyen, nem kell, hogy minden új verzió készüljön belőle, de a hozzászólásokat én most letiltom, nem érdekel a véleménye a hallgatóságomnak.